Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit az online Nielsz premierünkön. Ugye, ahogy megszokhattátok, eddig a Corvin moziból jelentkeztünk mindig be, ugyanígy 10 órakor. Ez most, ahogy beszéltünk Gerával is, egy kicsit más hangulatú. Ugye vigyázva a kollégákra is, igazán tényleg csak mi vagyunk itt bent, illetve az oktatók is várni fogják egymást. Remélem ismét, hogy nagyon jól fogjátok érezni magatokat, nagyon-nagyon hasznos előadásokat fogtok látni. Tényleg rengeteg újdonsággal készültünk, amit be fogunk mutatni így a bemutató során. Illetve ugye felraktam a Brillbird Facebook oldalára ezt a programot is, úgyhogy tudjátok követni, hogy milyen előadások következnek, ki következik, illetve amit szoktatok kérdezni, hogy visszanézhetőek lesznek-e az előadások, igen. És lett egy ilyen csodaszép új katalógusunk. Ugye ezt is át fogom veletek lapozni, de azt gondolom, hogy kezdjünk inkább rával, és valahol napközben majd megmutatom, illetve megmutatom az újdonságokat benne. Amit tudni kell, az az, hogy ugye 10-től 16 óráig lesznek előadások. Három helyen, vidéken nyitva lesz az üzlet, Szolnokon, Miskolcon és Kecskeméten. És náluk tudtok vásárolni, érdemes megnézni az eseménynél, hogy hogy vannak ők nyitva, ugye mindegyik városban máshogy, és náluk is már minden egyes újdonság megtalálható, úgyhogy jó vásárlást kívánunk nektek ott is, érdemes ezeket szerintem megnézni szabad szemmel is, mert ugye gyönyörű géllakszínek, gyönyörű brassengózsali színek jelentek meg, és amit tudnotok kell, hogy ma éjfélig a webáruházban 15% kedvezménnyel tudtok megvásárolni minden egyes terméket, kivéve az újdonságokat, és ugyanígy a vidéki viszonteladóinknál is érvényes ma ez a 15% kedvezmény. Mindenki, aki rendelést ad le, vagy vásárol vidéken, az egy ajándékot is fog kapni, illetve ugye mindenkinek automatikusan most majd postázni fogjuk a katalógust is. Úgyhogy remélem jól érzitek majd magatokat, és kezdjünk is Erával, aki 5 köröm, 5 design az előadásának a címe, és ilyen vendégkedvenc mintákat fog nektek bemutatni, amit nagyon gyorsan tudtok a szalonban alkalmazni. Úgyhogy jó szórakozás! Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a rendhagyó Nielsz premierem. 5 olyan mintával készültem, ami azért kicsit a nyárra is hangolódik, lesz benne, ami kicsit elegánsabb, akár más színnel, a mennyasszonyi köröm is készíthet belőle. Igyekeztem az újdonságokat felhasználni, majd meglátjátok, hogy rengeteg csodálatos szín jött ki, géllakokba, brassengó zselékbe, díszítő elemekben, úgyhogy ezeket fogjuk ma használni mindannyian az oktatók. Az első mintámhoz alapszínnek a C81-es Color géllakot használtam. Ugye ismeritek ezt a családot, ez már egy jó ideje kapható, és most ebből kijött 2 nude árnyalat, a C80 és a 81, ami egy sötétebb és egy világosabb nude árnyalat lesz. Ezt használtam alapnak, ezt lekentem matt extra toppal, ami jó hír, hogy itt az új nagy kiszerelésű matt extra top, ami 15 millisben kapható. Ezen kívül lesz 15 millisben Color Boost és Flexi Hard Base Gelt is be tudjátok szerezni, tehát amire vártatok, hogy nagy legyen a tégely, nagy tégelybe is kapható legyen, itt van. Az első díszítésemnél transferfólia zselét fogok használni, ehhez megjelentek ezek a boxok. Ebből 2 féle lesz, ez amit én használok, látjátok, ezek a ilyen mintás és színátmenetes transferfóliák. Lesz a másik box, azt majd más be fogja mutatni biztosan, az pedig egy egyszínű fóliák lesznek benne, tehát praktikus, visszazárható, levágsz belőle annyit, amennyire szükséged van, és fel tudod használni. Ehhez, amit használni fogok még, az az extra transferfólia zselé. Vele fogom felrajzolni a mintát. Most egy virágot fogok készíteni, ehhez a segítségemre lesz a Shadow Pro ecset. Amit még elmondanánk nektek, hogy a Brillbird oldalán majd a kollégák föl fogják rakni a linket, van egy, illetve a végén is át tudjátok nézni egy kifejezett ilyen landing oldal, ahol föl van sorolva az összes termék, amit az oktatók használnak, és minden egyes előadásra rá tudtok keresni, és ott meg tudjátok találni majd. Most egy 5 szirmú virágot fogok ide készíteni, ugye ezzel az átlátszó extra transferfólia zselével. Felrajzoltam már a 3-at.
Közben forgatom a tippet, hogy lássam, hogy hol fényes, hova kentem már a transferfólia zselét. Azért is mattítottam le az alapomat, hogy jobban látszódjon, ugye, ahogy a fényes, de viszont átlátszó transferfólia zselét használom. Hogy lássam, hogy melyik részre, meddig húztam a szirmokat. Aki mostantól rendel az ajándékot és katalógust is kap, igen, és ha valaki csak katalógust szeretne kapni, akkor azt gondolom, hogy a katalógus is vagy már most fönn van, vagy legkésőbb este fönt lesz, mint termék is, és kosárba tudjátok majd rakni. Jó, tehát megvan az 5 szírom, berakom a LED lámpába 10 másodpercre. Jó, ehhez már levágtam ezt a kis színátmenetes fóliámat, és így egyből már a virágomnak több színe lesz, és nagyon szépen fog csillogni. Jó, le is járt a 10 másodperc, ezután fogom és belenyomom jó erős mozdulattal a fóliába, fólia zselébe. Többször átmegyek rajta, tehát ilyen gyantázó mozdulatokkal jó erősen rányomjuk a fóliát. Ebbe ugye lesz arany, piros és egy ilyen nagyon szép pinkes árnyalat, ezek váltják egymást ugye a mintámnál. Ezután le fogom kenni a sima extra toppal. De akár ugye választhatnék matt extra toppot és kiemelhetném 3D-sre a szirmokat fényesen, akkor is nagyon jó hatást lehet elérni. Rengetegféle játékot lehet a transfer fóliával készíteni, különböző effekteket, és ugye ezek a fóliák ezzel a zselével már alkalmas, hogy teli felületre nyomjuk rá a transferfólia zselét. Látjátok, hogy van ugye ami ilyen rózsamintás. Tehát ezért rá nyomlok, hogy jól látszódjon. Igen. Tehát ezt is teljesen rá nyomhatod, akár egy fekete körömre nagyon jól tud kinézni. Én azt javaslom, hogy aki a transferfóliát teli felületre használja, az utána helyezzen az egész felületre egy réteg nail art glue-t, úgyhogy az éleket is vonja be vele, és úgy biztosan nem fog a transferfólia lepattogni a körömről. Nem kell megvárnunk a teljes köttetést, ezután fogom használni a kontúr zseléink közül a fehéret, és a nullás ecsetek közül ezt a nail art brush ecsetet. Ugye ez az olcsóbb kategóriás nullás ecset, de persze természetesen bármelyik használható. Felveszem a kontúr zselét. Várj egy percet, igen? Csak erről, csak többen írják, hogy már nem elérhető a webáruházba ez a transferfólia zselékészlet. Ez extra? Ezek, de akkor a kollégáim, mivel hogy azért sokan most dolgoznak otthonról is, megkérem a Kláriékat, hogy intézzék ezt, mert szerintem ez egy webáruházas beállítás, amit eszközölni fogunk, úgyhogy szerintem délutánra elérhetővé tesszük. Most nézzétek az előadásokat, szerintem jegyzeteljetek, és szerintem délutánra megoldódik ez a technikai hiba, hogy most ez nem rendelhető. Jó, tehát a nullás ecset és a kontúr zselével elkezdjük kívülről kontúrozni. Belehúzok egy-egy ilyen plusz szindavonalat a szirmokba, és a szirmok legszélén lesz a legvastagabb a vonal. Oda úgy veszem fel, látjátok, hogy ott a kis gombóc az ecseten végén, és húzom hajlítva a középpontok felé. Jó, szépen ugye haladunk körbe. És ugye vékonyítom a középpont felé. És egyből már egy többszínű virágot kapunk. Hogyha bármi kérdésetek van, nyugodtan kérdezzetek. Olyan kérdések jönnek, hogy aki reggel rendelt, az nem kap ajándékot, de az összes mai napon beérkezett rendelés mellé fog menni az ajándék, és a katalógus is. Jó, ezután húztam egy ívelt vonalat, majd kiszélesítem levélformára a vonalamnak a végét. És egy-egy indával egészítem ki az egészet. Jó, ide is.
Itt is kiszélesítjük, hogy levélformája legyen. És ellenkező irányról még egy inda. És ilyen kis duplázó vonalakkal behúzzuk ide a középpont felé. Jó, berakjuk köttetni. Olyan kérdés jött, hogy az új white tip az nagyobb, mint a cover tip? Igen, egy picit más. Nincs nálad most kettő? Vagy nincs a nurból? Nincs a másik nálam sajnos. Nagyon picit talán hosszabb és keskenyebb. Nézzétek csak ilyen. Tehát teljesen ilyen természetes köröm kompatibilis, tehát így nagyjából illeszkednek a minták méreteihez. És ugye teljesen jól élénk itt, olyan, mint egy color bézgél alapot kennénk a tipre. Akvarell mintákat is zselével, vagy akár akvarell festékkel egyből felvihetők rá. Az ecsetnek a neve a Nailed Brush, ugye? Igen. Igen, és akkor még volt egy kérdés. Igen, hogyha futárnál adtok le rendelést, de arra is az vonatkozik, hogy még azt ma le kell adni a futárnak, akkor ott is érvényes a 15%, és ott is jár az ajándék és az ajándékkatalógus. Jó, most elővettem egy régebbi Nailed Brush ecsetemet, mert Nailed Glue-t fogok használni, és azért szárítja. Zoomolok, igen, meg vagyunk. És ugye itt az új strasszkő tartó dobozunk, amiben tökéletesen zárnak a dobozok, és így sorba méret szerint bele tudjátok pakolni a strasszköveket. Jó, felveszek a régi ecsetemmel egy Nailed Glue gombócot, ez körkörös mozdulattal leengedem ide a középpontra, és akkor egy nagyobb strasszkövet választok a közepére. És imádkozok, hogy ne essen le közben. Jó, megvan. Ezt belenyomom ide a középpontba, és már mehet is be a lámpába. Még egyébként annyit csinálnék, hogy körbe kontúroznám a tippet, de mivel most sok mintát fogunk készíteni, ezért most nem húzom azzal az időt, de otthon esetleg majd a strassztartót csak mutassuk meg, mert... Igen, ugye? És ugye ez az, ami ősszel megjelent, ez az olcsóbb kategóriás strasszok vannak benne. Jó, nézzétek, csak el is készült az első gyors szalon mintánk. Tehát ő lesz az első, amit majd várok, hogy majd küldjétek és készítsétek el ezeket a mintákat. Jó, a következő mintám az egy már nyáriasabb minta lesz. Ehhez kihelyeztem ide a palettámra a designer zseléket. Hát remélem azért ez a helyzet engedi, hogy majd fessünk jó kis tengeri mintákat. Én most először egy tengeri csillagot fogok festeni. Ehhez használni fogom a designer zselékből a fehéret, a barnát és a feketét, amit már kihelyeztem erre a keverő lapra, amit nagyon jól tudtok használni a szalon minta során. Akár bele tudjátok ragasztani a festő palettába és ebbe a nail art palettába. Kirakhatjátok bele az összes designer zseléből egy gombócot, és utána csak kiveszitek azt a szint, amit szeretnétek használni. És most ugye ez egy régebbi termék, meg a keverőlap is, amit ugye 15% kedvezménnyel tudtok most beszerezni. Jó, tehát jön... Zoomoljunk, illetve okay. Mondd el, hogy mi az alapszín. Az alapszínünk a Hypnotic 115-ös, ez van az én bal kezemen is. Hát ugye egy nagyon tengerkompatibilis, gyönyörű, szép türkisz árnyalat, és majd aki kipróbálja az új hipnotikokat, tehát tökéletesen fednek. Majd meglátjátok, hogy öröm vele dolgozni. Jó, jön a csillag. Lehelyezem a középpontját, és nem tudom, lehet, hogy valaki emlékszik rá, hogy anno az iskolába így készítettük ugye ezeket a csillagformákat. Ennek a vázlatát így felrajzolom, és utána kezdem szélesíteni, kialakítani az egészet. Na, természetesen a végén majd felrakjuk lefotózva az elkészült mintákat. Jó. És visszanézhető is lesz minden egyes előadás. Szépen szélesítem, nagyítom meg az egészet. Tehát ez az első, ugye az csak egy vázlat volt hozzá, hogy el tudjuk készíteni a formáját. Jó.
ezen a készlethiányos dolgokon dolgozunk. Valószínűleg ugye figyeli az üzlet készletét a rendszer, és olyan sokan rendeltetek már, hogy elfogyott, de ezt mindjárt szerintem a kollégák kikapcsoltatják, vagy megoldjuk, hogy ez ne legyen, és fogtok tudni rendelni. Egy picit megköttetem, és utána még egy rétegbe felviszem rá a designer fehéret. Ilyenkor elég egy 10 másodperc ahhoz LED lámpába, hogy tovább tudjak dolgozni. És már viszem is fel a következő rétegben. Milyen ecsettel dolgozom? Shadow Pro. Shadow Pro ecsettel. Vagy a Shadow Artot is használhatjátok. Az is teljesen jó. És közben már kaptam az infót a kollégáktól, hogy dolgoznak azon, hogy megszűnjön ez a probléma. Jó, most berakjuk köttetni. Ezután a barna designer zseléhez keverek egy nagyon pici feketét, hogy ne ez a vöröses árnyalat legyen, hanem egy kicsit hidegebb barnát kapjak. Kicsit össze. Mintákat festeni melyik jobb, a kontúr vagy a designer? Hát attól függ, hogy milyen jellegű mintát szeretnél. A kontúr zselékhez, ez inkább ilyen vékonyabb vonalak, indadíszítésekhez, kontúrvonalakhoz ajánljuk. A designer zselé azért pigmentáltabb zselé, ő egy festő zselé. Én a mintát mindig ezzel viszem fel, és a kontúrozását pedig a kontúr zselékkel végzem. Jó, ezután felkenjük ide a csillag széléhez ezt a sötét árnyalatot. Ide a bal oldalára. Jó, közben letörlöm az ecsetemből a teljes anyagmennyiséget, és fektetett ecset tartással elkezdem elmosni ezt a kikevert árnyalatot. Jó, így a bal oldalát árnyékolom meg a csillagnak. Ütögető, lapogató mozdulatokkal mosom el a színt, és halványan végig ütögetem az egész felületét, csak azért, hogy ne legyen vakítóan fehér a többi része a csillagomnak. Tehát nem színezem ki, csak az ecsetben lévő anyagot ráütögetem. Jó, amikor érzed, hogy sok az anyag, akkor töröld az ecsetet. És így szépen haladunk lefelé. Viszek fel még egy kis erőteljesebb kontúrt ide, azt is elütögetjük, hogy itt a bal oldala legyen árnyékosabb. Mitől függ, hogy hova teszed az árnyékot? Hát ugye amerről jön a fény, most ugye képzeletbe elképzeltük, hogy honnan jön a tengervízbe a napfény, és ugye erről kapja a fényt, ott lesz világosabb, a másik oldal pedig ugye lefelé a mélységbe helyezkedik el, ezért oda megy a sötétebb rész. Igen, visszanézhetőek lesznek a videók. És még egyszer Shadow Pro ecset? Igen, tehát Shadow Pro. Jó, meg vagyunk ideig, pillanatra berakjuk köttetni, majd újra előkerül a Nail Art Brush, azaz a nullás ecsetem. Tehát őt fogom használni, és maradunk a designer zseléknél. Alaposan kimosom az ecsetemből ezt a sötét színt, itt az extra topot helyeztem ki, és ebbe forgattam bele az ecsetet, és így ki tudom belőle szedni, tehát kioldja ezt a barna árnyalatot a Shadow Pro ecsetből. Jó. Jöjjenek a buborékok. A buborékokat úgy fogom elkészíteni, hogy egy fél kört fogok ide lehelyezni a kimaradt részre, ahol ugye van helyem, ide pedig egyet így. Ezt is a designer fehérrel. Majd előveszem a shadow ecsetet újra, lefektetem az ecsetet, és elkezdem elmosni így a kör mentén, félkör mentén, és alakítom ki ezt a teljes körvonalat. Jó, jön a következő. Picit törlök az ecseten. És alakítjuk ki ezt a
levegő buborékot. Jó, itt is alul. Ütögető mozdulatokkal elmossuk, és közben húzom ezt a teljes kört így végig. Ugye csak a felső része maradt kontúros, ahova ugye odahúztam még az előbb a nullás ecsettel a dizájner. Jó, ismét be megköttetni. Ezután a következő lépés, ugye, hogy lefedjük, erre ugye vagy a matte extra topot, vagy a sima extra topot használhatjuk, kinek hogy tetszik, de lehetne akár úgy is, hogy lekenem a matte extra toppal, és a csillagot pedig az extra toppal átkenem, és akkor fényes lesz a csillag. Én nagyon szeretem ezeket a kombinált verziókat is, hogy van a matte és a fényes egy körmön belül. A nailed brushod eleve ilyen vékony szőrű, vagy megvágtad? Ezt most vettem elő a dobozból, tehát ez egy teljesen új ecset. Illetve van, aki kérdezte, hogy neki szemcsés a kép, ugye többen írták, hogy tökéletes a kép. Akinek szemcsés, mit tud csinálni? Hát tényleg annyit, hogy max újraindítja a Facebookot a telefonján, vagy magát a telefont is újraindítja, és újból belép. Jó, ezután megint előveszem a contour white-omat, és ezzel fogok még rápöttyözni a mintámra. Jó, nem kell megvárnunk a teljes köttetést. Lehet azt is, hogy picit megkontúrozzuk a csillagot. Itt is itt a széleit erősítem meg jobban. Így. És jönnek a pöttyök. Középre rakok egyet, és innen kiindulva a nullás ecsetem hegyével végig pöttyözöm, így a csillagnak az öt ága felé haladok. Ugye, ahogy haladok kifelé, fogy el a zseléről, az ecsetről a zselé, és ugye egyre kisebbek lesznek a pöttyeim. Jó, és még így elszórva egy-egy kis pöttyöt helyezek. Így szanaszét. Jó, azt is lehet egyébként, akinek jobban tetszik, hogy megemelem itt a buboréknak a külső oldalát, hogy ilyen kontúrosabb legyen, de akár így ilyen halványan is maradhat, ez megint ugye kinek hogy tetszik. Jó, köttetjük, meg attól is függ ugye, hogy a szalomban mennyi időnk van. Na, a következő díszítés az egy baromira egyszerű lesz, mivel megjelentek a 3D matricáink. Tehát ez tényleg egy extrém gyors verzió. Jó, látjátok? Én például ezt a trópusit választottam hozzá, és már ki is vágtam ezt a levél kombinációt ezzel a hawaii rózsával. Ezt fogom használni, és alapszínnek pedig használtam. Kati kedvence lesz biztosan a 120-as. Várjál. Nagyon mozogsz erre, és nehéz. Mert akarom végezni minden. De nem az, nehéz a kamerával befogni. Látom, igen, hányas ez? 120. És várjál, kérdezték az előbb a türkizednek is a számát, ami a kezemben 115. Van. Így, akkor a türkiz a 115 vagy zöld, és 120 a pink. Így van. Azon a másik kezeden? Nem, a másik kezemben, képzeljétek, ez a 123-os van. Ez egy ilyen pirosas rózsaszín, nem tudnám megmondani, mert nem egyértelmű piros, nem is pink, hanem egy ilyen nagyon különleges árnyalat. Én nem vagyok annyira piros, de hát ezt imádom. Tehát én is inkább ilyen pinkes árnyalatokat szeretem jobban a körmömön. Tehát ez egy nagyon jó kis szín. Biztos, hogy a nyáron nagyon sok vendégnek fogjuk felkenni ezt. Jó, jön egy nail art glue réteg. Majd fogok nektek bemutatni még másmilyen matricát, ami újdonság. Nekem az volt a tapasztalatom a tesztelés alatt, hogy... Nem most hova raktam el a levelemet? Jaj, elbújt, itt van. Tehát az volt a tapasztalatom, hogy akkor 100%-ban nem tudja lerobbantani senki sehonnan a matricákat, ha van alatta egy nail art glue réteg. Ezért felviszek egy réteg nail art glue-t. Ugye teljes felületre viszem fel, mondjuk a matrica körülbelül a köröm felét fogja érinteni, és berakom a lámpába köttetni.
Nekem ez vált be így, majd nem sokan mutatok egy másik matricás kombinációt, ott is ez vált be, hogy így használom az egészet vegyesen. Jó, addig, még köt a Nail Art Glue, addig ki fogok rakni Brush & Go zseléből az 57-es szint, ide a kis keverőpalapomra. Ez az 57-es ugye a Pastel Neon kollekcióból van, ugye ezt imádtuk ezt a színeket is, amikor kijöttek, és használni fogom még, majd mindjárt mutatom nektek, az 52-es zöld. Tehát ez egy hasonló két árnyalat, az egyik az a zöld, a másik pedig ez a neonsárgás zöld, viszont ugye egy picit visszafogottabb, mert pasztel. Jó, belerakjuk a matricánkat vízbe, nem kell neki sok idő, és már elkezd leoldódni. Majd ide készítek egy papírtörlőt hozzá, mert le kell majd itassam. Jó, tehát a Nail Art Glue az megkötött. Kiveszem a matricát. Én ehhez a matricákhoz egyébként, majd a másik típusúhoz is, nagyon szeretem ezt a pillás csipeszt, amit szintén a webshopból tudtok rendelni, mert ugye hegyesebb a vége, és könnyebb megfogni a dolgokat vele. Jó, látjátok, így elmozdul az egész. És itt van ez a jó kis díszítés, ami ugye teljesen ilyen nyári, nyaralós köröm dizájnt tudunk vele készíteni. Lehelyezem a matricát, és mivel tudom használni a testét a csipeszemnek, rányomogatom. Erre is azt mondom, hogy ha valaki ugye telibe használja ezt a matricát, mert ugye látjátok, hogy ki tudjátok úgy is vágni, hogy teljes felületet borítsunk vele, akkor én akkor is az élekhez Nail Art Glue-t javasolnék, hogy tuti ne váljon föl, ne reklamáljon a vendégünk. Mert ugye elég sok verzióba dolgoznak, és mindig van. Utána egy picit rányomom a papírtörlőt, és nézzétek meg, hogy teljesen ráilleszkedett a körömre. És ilyenkor még visszarakom, hogy a Nail Art Glue ragacsos felületébe még belekössön az egész. Tehát még egy picit. Addig mondod, hogy akkor milyen színeket készítettél oda? A Brush & Go 52-est és az 57-est a Pastel Neon kollekcióból megtaláljátok. Még a délutáni bemutatomnál fogom használni a pinket, a barack árnyalatát is. Én ezeket is nagyon javaslom nektek így a jó időre való tekintettel, mert imádják a vendégek. És egy-egy kiegészítő díszítésnek, azért mert zöld, attól szerintem teljesen jól fel tudjuk használni a vendégekre, mert hát azért vannak bevállalósabb vendégeink. Jó, felraktam ugye a matricát, és ezután borítani fogom egy extra toppal. Azoknak a vendégeknek, akiknek esetleg úgy ismeritek őket, hogy jobban igénybe van véve a körmük az év bármely pontján, tehát akár egy virágos, aki ilyen drótokkal foglalkozik, annak akár rakjatok két réteg extra toppot a körmére. Sikerült összeszednem közben egy szözt. Jó, nem is kicsi volt, jó, megvan. Jó, és berakjuk a lámpába. Majd ezzel a Go 52, ugye a zöldebb, és a Go 57-tel fogjuk kiegészíteni, ilyen kis trópusi levélmintákat fogunk hozzá készíteni. Jó, egyik irányból meghúzom a Go 57-tel a mintámat. Utána jó belemártom, látjátok, nagy mennyiséget veszek fel, mert csak ilyen kis cseppalakokkal fogjuk kiegészíteni. Annyi, hogy ezt most jó hosszúra húzzuk, hogy olyan trópusibb hatása legyen, és még nem kötöm bele a szárba, majd ezt a végénél. Ezt már a felületére készítem, mert így is 3D-b hatást érünk el, hogyha ugye a felületére húzzuk ezeket a kis hosszúkás levélkéket. Olyan kérdés jött erre, hogy a matrica felületére is mehet a Nail Art Glue, nem csak alá? Mehet. Csak ugye, ha Nail Art Glue-t is húzol rá, akkor már ugye pont azt a kicsit 3D hatását el fogja veszíteni, de ugye nyilván látványban megmarad, mert nagyon szép árnyékolt minták
és ha megnézitek majd az interneten a katalógust, ott is látható, hogy nagyon szép virágminták jöttek ki, tehát többféle verziója van ennek az új típusú matricának. Jó, itt már látjátok, így belehúzgálom a szárába a levélkémet. Közben érte valaki, hogy lehetne fix állványon a kamera. Amúgy rajta van az állványon, csak hogyha ezt az állványt felállítanám az asztalra, akkor nagyon távoli lenne, és ha bezumolnék, akkor eléggé romlana a kép minőség. De ha gondoljátok, megpróbálom majd. Illetve hát ugye azt is nehéz követni, hogy lámpázás után a tip hol itt van, hol ott van. Igen, ficánkulok sajnos sokat. Az erát nehéz lekövetni. Jó, egy picit beraktam köttetni az 57-es gúzselét. És lámpázás után fogom az 52-est használni. Jó, tehát megvan az 57-es, jön az 52-es, hát ez is egy jó kis pasztelneon almazöld, ezt is imádják a vendégek is. Jó, ezt pedig innen a másik oldaláról húzom meg. Megint felveszek egy nagy gombócot az ecsetemre, ugye, mert vastagabb levélkét szeretnék készíteni. Még továbbra is a nail art brush-sal dolgozol, és egy olyan kérdés jött, hogy a brush and go zseléket még milyen festésre lehet használni. Hát bármilyen ilyen inda festés, vagy igazából egy virág alapját is elkészíthetitek vele. Én szoktam ezt, amit az előbb felfestettem a transferfólia fóliás mintánál, azt a sima kis pacavirágot, amit 3-5 szirmú virágocskáknak elkészítem az alapját ezekkel a zselékkel, akár megárnyékolhatjuk utána a designer zselékkel is. Tehát igazából csak a fantáziánk szab határt, viszont ugye a designer zselé, az sokkal pigmentáltabb festő zselé, amit ugye sok mindenre tudtok használni. A gózseléknek viszont az az előnye, jó, el is készült, úgyhogy köttetjük. A gózseléket viszont tudjátok, tudtok vele teli körmöket készíteni, lakkozni, akár tudtok francia körmöket készíteni vele, tehát a szabad széli részt ki tudjátok vele alakítani. Tudtok inda mintát, tudtok virág mintát, beleszórható a magic porok, a porcelán porok, és cukorka hatásra is alkalmasak ugye a brush and go zselék. Annyit kell tudnotok, hogy a brush and go zselék ugye egy hígabb állagú zselé, utána következik a kontúr zselé, ami egy sűrűbb, és ugye utána a designer, ami még sűrűbb, majd ugye jönnek a 3D termékcsaládok, amik ugye még jobban. Tehát el is készült egy ilyen gyors, trópusi szalon mintánk. Jó. Ide le is rakom. És akkor jöjjön a következő minta, aminek az alapja ez a nagyon szép 123-as szín, ami látjátok rajtam van. Tehát ez az a pirosas, rózsaszínes, milyen szín ez? Na várjál, korall rózsaszín. Korall rózsaszín. Na tehát megvan a színe, korall rózsaszín árnyalatot fogom használni. Majd, ha lenne nálam, de most nincsen, el van rakva az építő ecset, ezért most a Shadow Pro-t gyilkolom egy picit, teli felületbe felviszem a nail art glue-t, mert erre fogok rakni pehelyport. Oldható a brush and go zselé? Nem. Tehát, hogyha géllakra akarjátok felvinni, akkor rakjatok alá egy réteg gumizselét, és akkor már fel tudjátok géllak helyettesítő zseléként is vinni, hogyha ez miatt kérdeztétek. Ja, és akkor most a pehelyporból, ebből a díszpehelyporból a pirosat fogom használni, ami ugye ettől nem lesz piros, csak a fénye egy kicsit rózsaszínes. Látjátok, ilyen nagyon jó kis lapocskák, ami vékony, tehát a géllak felületébe is bele tudjátok nyomni. Ebből fogok felvinni, ez igazából nem fogja elszínezni az egészet, csak egy effektet fog adni a mintámnak. Jó, ráütögetem, szétszórva. És az az előnye, hogy majd mindjárt megnézitek oldalról, hogy teljesen belesimul. Tehát nem fog kiállni, nem kell rá építőzselét húzni, így nem tudom mennyire látszódik, de teljesen jól belesimul a felületébe. Ezután berakjuk köttetni.
Nélel Glugé gél ragacsosra köte, vagy fényesre? Igen, ragacsosra. Ragacsosra. Ezért is ragad bele, látjátok az előbb a matrica. Ugye, hogy ragad a matrica, de azért még biztosabban tudunk dolgozni. Nézzétek meg, az én körmömre ilyen kisebbel készítettem el ezt a transferfólia zselé mintát. Ebből pont az, ami ilyen rózsaszínes és kék árnyalat, azt használtam ehhez a színhez. A körmömön még láthatjátok ezt a 116-os árnyalat, ez a kicsit kékes menta. Van a Hypnotic 71-es, ez annál egy picit kékesebb árnyalat. Tehát nem olyan azért, ha egymás mellé raknánk mind a kettőt. Tehát lehet vele ilyen apróbb transferfóliás virágdíszítéseket is tudtok készíteni. Na, közben megkötött a mintám, ezután lefedem extra toppal. Látjátok, ilyen effekt hatása van, ezek a lapocskák csak ott csillognak benne. Meddig kell kötetni a glugét? Hát attól függ, milyen lámpát használtok. Én a LED lámpába 30 másodpercig szoktam köttetni. Nyilván, aki egy kétcsöves lámpával, UV-lámpával dolgozik, az azért 3-4 percig hagyja bent. Akik pedig elegáns lámpával, négycsövessel dolgoznak, de sima UV, ők pedig 2-3 percig. De aki kombinált lámpával dolgozik, nyugodtan elég neki a fél perc köttetési idő. Jó, most beraktuk köttetni a lámpába, és ismét ide ki van rakva a designer zselém, őt fogom használni. Most viszont ecsetet váltok az egyik ősszel megjelent kedvenc ecsetre, amit nagyon sok technikához lehet használni. Ő a Gradient ecsetünk, látjátok. Egy kicsit ilyen szélesebb ecset. Tehát, ha így megnézitek, viszont, ha árnyékolok vele, össze tudod nyomni szinte macska nyelv ecsetre. Én általában ezt az ecsetet így használom ebbe a kinyomott széles változatába. És megkötött a mintám, és felveszem a designer zselét. Azért nem a kontúr zselét, mert pigmentáltabb a designer. Nézzétek meg, jó sok anyagot felvettem. Meg vagyunk zoomolva, és jó, most látszik. Jó? Aha. Tehát jó sok anyagot vettem fel az ecsetemre, ezáltal, mivel széles az ecset, ugye széles vonallal fog indulni ez a díszítésem. Látjátok, kinyomtam a teljes szőrét az ecsetnek, és elvékonyodva elhúztam. Ez egy olyan minta lesz egyébként, amit ha nudalapra raktam volna, akkor akár egy ilyen esküvői gyűrűs újra is készíthetnénk. Ezután húzok ide oldalra is, megint kinyomom az ecset teljes szélességét, és ugye utána élére állítom az ecsetet, attól vékonyodik el. Felveszek újabb adag zselét. 123-as ez a koralos szín. Igen. Majd ide oldalra is. És így. Jó, tehát egy ilyen pár ilyen inda motívummal egészítettem ki. Jó, és ide majd csak ilyen piciket. Átmeltünk rajta ugye többször is. Így, úgy néz ki egyébként most, mint egy pálmafa ilyen gyors verzióba. Jó, köttetjük. Közben addig válaszold meg azt a kérdést, igen, hogy a Nélád Glugélhez te milyen ecsetet használsz? Ugye legtöbben azt tudom, hogy egy használt ecsetet használtok. Hát én ugye a szalomba is a nullással, tehát azzal rakom a strasszkőnek a helyére oda a pöttyöt, vagy a vonalakat húzok, majd lesz egy olyan mintám, amilyennél vonalat húzok a Nélád Glúval. Ha teli felületre, akkor meg egy régi építő ecsetet használok. És mit teszel azért, hogy ne kössön bele, mert itt valaki azt írta, hogy neki az a problémája. Hát én mindig kitörlöm egyből. Mindig kitölöd rögtön. Igen. Mm. Tehát ahogy félre rakom, már törlöm is közbe az egészet. Jó, ezután jön a kontúrzselé és a Nail Art Brush, és kiegészítjük egy-egy indával ezt a díszítésemet. Egy-egy ilyen kis duplázott hurkot fogok odahelyezni. Tehát az egészet, mintha ilyen dupla kontúrt húznék mellé. Mivel ugye majd strasszkővel fogjuk kiegészíteni ezt az egészet.
Jó, most megköttetjük. Ugye ez a felületén van, és nem fog lekopni, tehát nem kell félni attól, hogy le fog kopni, mivel felületi díszítés, nem fog róla lekopni. Majd újra jön a nail art glue, és ugye a régi ecset, tehát mindig, amikor a nail art glue, akkor a régi. És használni fogom a szórógyöngyökből, ugye mióta megjelent a fémet szeretjük, hát látjátok, így lehet vele játszani, tehát ezek a fémek, ők nem fognak elszíneződni, nem fog lekopni, tehát ő ezüst marad akkor is, amikor visszaérkezik hozzánk majd a vendég 3-4 hét múlva. És jön ez a nagy strasszkő, amit ugye ide fogok helyezni, szintén a régi ecsetemmel, megfogom a kő hátulját, vagy akár a strasszragasztó zselét, és lehelyezem. Egy pillanatra berakjuk a lámpába köttetni, csak annyira, hogy nem mozduljon el a kő. Inda mintához a kontúr, vagy a designer a jobb? Kontúr. Tehát minden, ami vonalrajz, vonalas díszítés, ahhoz a kontúrt használjátok. És most az egészet körbe fogom szórógyöngyözni. Ez lesz az a díszítés, aminek a teljes végét lehet, hogy majd fotón fogjátok meglátni, mert sok kő lesz rajta, és sok szórógyöngy, és akkor már nem tudnám bemutatni az utolsó mintát, ha teljesen bedíszíteném a kövekkel. De majd így megmutatjuk, hogy így fog kinézni. Most egynél megmutatom, ahogy a szórógyöngyöket belepakoljuk. Ugye van, amikor panaszkodtok, hogy kiesik a szórógyöngy, mert akár a vendég nem tudom, mit csinál vele, mert ugye ők sose csinálnak semmit, és mégis kihullanak. Tehát most körbe pakoltam a... Hoppa, egy darab kell még nekem ide. Közben megkaptam az infót, hogy már a katalógus is rendelhető a webáruházból, illetve a transferfólia boxok is újra elérhetőek. Azért mondom, hogy dolgozunk ezen. A strasszköveket hogy szoktad leszedni, és mivel? A körömcsípővel? Körömcsípő, igen. Azzal egyébként teljesen jól oda tudtok nyúlni, így egybe leszoktam kapni, így pif, oda nyomod, és már szeded is le. Na látjátok, még majd ide jön egy kő, meg ide még egy, de ezt most megköttetjük, nem fogom befejezni, vagyis majd befogom, csak ha végeztünk, hogy még meg tudjam mutatni ezt a mintát. Látjátok, hogy alatta ez a pehely fólia teljesen jól csillog, picit ebbe a rózsaszínes pirosos árnyalatba, mint amilyen eleve az alapszínem, de én csináltam egy ilyen mintát fekete-arany verzióba, az is nagyon ilyen elegáns lett, de egy nude-fehér verzió szerintem esküvőre tökéletes, majd be fogjuk fotózni, amikor kész van, de hogy még meg tudjam mutatni nektek a következő mintát, ezért nem díszítem be a körmöt teljesen. Jó, a következőnek viszont ez a mentás alapja lesz, a 116-os. Ugye ez, ami az én körmömön is van, ez a világosabb árnyalat, látjátok, őt használtam. Használni fogok GO2 zselét, tehát Bresen GO zseléből a kettest, de akár használhatnék egy fekete géllakkot is hozzá. Itt a felső részét ki fogom ezzel színezni, és csak azért, mert rá fogok majd az új Ketály Extrával mágnesezni. Jó, itt kiszínezzem a GO2-vel. Látjátok, hogy azért a GO2-es zselé is milyen pigmentált, tehát tudjuk színezni az egész körmöt vele. Sokszor azt mondjátok, hogy ilyenkor miért nem egy vastagabb ecsettel színezek, mert valahogy a nullással én jobban el tudom teríteni a gózselét. És azért nem a shadow ecsetet választottam most ehhez, hogy kiszínezzem ezt a fekete sávot, mert én nálam csíkosabb lenne sokkal. Tehát így szépen elterelgetem a nullás ecsettel az anyagot. Nem kell törekedjek arra, hogy 100% egyenes legyen ez a vonalam, mivel az új matricát fogom majd hozzá használni, ezeket a line vonal matricákat, hát ami nagyon-nagyon jó, mert íves vonalat is tudunk vele készíteni, tehát sok verzió elérhető vele. Most itt a
Az aranyat fogom ma majd használni, látjátok, ő az. Kisebb, vékonyabb, vastagabb vonalak, 5 színben elérhető, arany, ezüst, rose gold, ilyen rózsa-arany, és fehér-feketébe is megtalálhatjátok majd a webáruházba. És látjátok, tehát itt ívesen raktam le, tehát tudjátok hajlítani is még ívesebbre is ezeket a matricákat, mivel nagyon-nagyon rugalmasak. És hát itt már nincs az, hogy nem lesz elég fényes az az arany, és nem lesz egyenes a vonal, tehát ezzel biztosan egyenes lesz. Ehhez is a pillás csipeszt fogom használni, mert ezzel könnyebb leválasztanom a matricát. Na, meg vagyunk idáig. Most használni fogom, most itt van nálam a Ketály Extra-ból a zöld és a pink. Ugye ezzel lehet azokat a felvillanós körmöket is készíteni. Megjelent ugye egy új mágnes hozzá, ezt is használhatjátok, a régit is, tehát mindegyikkel más hatást tudunk majd elérni. Most szóltak szintén, hogy ez a lány matrica nem érkezett meg, valószínűleg jövő hétre lesz csak, hogyha valaki mondjuk ugye ezt helyettesíteni szeretné, akkor transferfóliával. Transferfóliával is el tudjátok, vagy akár a kontúrzseléket is használhatjátok, mert ott is ott van az ezüst, a sötét ezüst, ami egy grafitárnyalat, van nagyon szép arany, vagy ugye a kedvencem az a metal rose, na hát az mindent visz, tehát tudjátok helyettesíteni. Jó, ezután így az ecsetemmel három szögeket fogok készíteni. Most ezt úgy is csinálhatjátok, hogy kirakjátok a palettára, vagy pedig így egy-egy háromszöget. Hát látszik, hogy nagyon szép színe van, majd fölé tartom a mágnest, és így ilyen felvillanósan fog kinézni. Az a lényeg, hogyha így mintáztok a ketályokkal, akkor minden minta után kötessétek meg, mert ha felrajzoltam volna még 2-3 szöget, akkor az elhúzza ugye a mágnes a fémszemcséket egy irányba. Tehát arra figyeljünk. Na, itt már kisebb a hely, úgyhogy leraktam oda az ecsetet, és a nullás ecsettel fogok odaférni. Hagyok egy kis fekete sávot közte, tehát nem húzom teljesen össze. És jön a mágnes. Jó, picit köttetjük. Ilyenkor tényleg elég szintén egy 3-4 másodperc ahhoz, hogy tudjunk tovább dolgozni. Én például nagyon szeretem ezekkel az új Ketály Extra géllakkal ezeket a kombinált díszítéseket, amikor egy-egy fekete sávot kihagyunk, és úgy visszük fel a géllakot. Vásárlással kapcsolatban kérdés, van-e kuponkód? Nem, most nem szükséges kuponkód, az összes korábbi termékünk ára át van állítva, és érvényes a 15% kedvezmény. És a másik kérdés meg, hogyha már leadtatok egy rendelést, de ki szeretnétek egészíteni, akkor az sajnos csak új rendelésként tudjuk kezelni, mivel hogy egy ilyen automata rendszer tölti be és készíti a számlát, így nem tudunk már belenyúlni rendelésekbe. Azt néztem, hogy nagyon idő van, úgyhogy így nem virágot fogok festeni erre a díszítésemre, hanem most jön az, amit mondtam az előbb, hogy Nail Art Glue-val meghúzom itt a vonalat. És ezután berakjuk köttetni. Nálam ez volt a tapasztalat ezzel a csíkmatricával is, ezekkel a vonalakkal, hogy hagyjunk alatt egy Nail Art Glue réteget, ami ragad, és úgy vigyük föl ezt a matricát. Megint ezt a pillás csipeszt használom, ugye lehajtok a matricából, és fölhajtok. Körülbelül ugye a köröm szélessége legyen a cél, hogy azért elég legyen. Egy idő után teljesen ráérez az ember egyébként, hogy mikor, hol kell elvágni, és ide helyezem. Ugye nálam, ahogy mondtam nektek az előbb, ez vált be, hogy ezzel a pillás csipesszel viszem fel, meg az, hogy egy Nail Art Glue réteget rakok alá, mert így bomba biztos volt, és meg sem moccan. Ugye ahol hosszabb a matrica, ott értelemszerűen gyorsan levágjuk, és akkor megvan ugye ez az aranyvonal, majd ezután lefedem extra toppal. Egyébként a ketályok nagyon jó effekteket adnak ki ezzel a típusú mágnesezéssel, hogyha
matton használjuk, tehát akár mattopot is rakhattok nyugodtan rá. Jó, megvan így idáig. És akkor majd otthonról fogok nektek majd valamelyik nap azt a virágot festeni, amit eredetileg erre terveztem, de annyi mondani valam volt, hogy már mindjárt idő van, és Babettnak át kell adnom a terepet. Úgyhogy újra a nullás ecset. És akkor egy kis kontúr mintát azért rakunk a kontúrzselével ide. Úgy veszem fel, látjátok, hogy a nail art brushon ott van egy kis gombóc, kis ívelt minta, a másik oldalról összekötjük, belehúzunk ilyen dupla húrkot, megduplázzuk ezt a vonalat. Ez egy tényleg olyan pár másodperc alatt felfesthető minta, amit azért szeretnek a vendégek. Nekem is van azért egy-egy olyan vendégem, aki nem szereti a virág mintát. Nem tudom úgy, hogy lehet nem szeretni, de nyilván van, aki nem bírja a virágokat. Ők inkább ilyen indapártiak, úgyhogy ilyenkor ugye elővesszük ezeket a kontúrzseléket, és akkor egy ilyen, látjátok, egy pár másodperces gyors mintával egészítettem ki. Jó, bedobom a lámpába, és akkor én el is készültem nektek ezzel az 5 mintával. Délután 1 óra után találkozunk újra, amikor be fogom nektek mutatni, most ide rakom gyorsan, hogy itt az 5 minta, be fogom mutatni nektek a Waterway-t a szalomba, az is egy gyors technika lesz, amit tudtok alkalmazni. Úgyhogy nem sokára találkozunk újra, most következik majd nem sokára Babett. Így van, 5 perc szünet, és folytatjuk Babettal.